Ezek még a békeképei Beregszászon. Az orosz-ukrán háború előtt zsúfolt utcák várták az ide látogatókat. A város polgármestere a napokban Nyíregyházán járt, elmondta, eddig több mint 4000 menekültet fogadtak, de Beregszász működik és biztonságos. Kárpátalja biztonságosnak mondható, természetesen senki nem tudja, hogy mi van az ellenségnek a fejében. Természetesen megteszünk mindent ahhoz, hogy a helyi közösség szükségletét el tudjuk látni. Nagyon nagy segítséget kaptunk az anyaországtól, a testvérvárosoktól ahhoz, hogy humanitárius segéllyel tudjunk biztonsági alapokat teremteni a helyi lakosság, illetve a menekültek számára. Mi együtt a karitatív szervezetekkel végezzük a feladatainkat, nyilván nem csak a Beregszász önkormányzat kap humanitárius segélyt, és ezzel együtt mi úgy gondoljuk, hogy nem látni a végét, természetesen fokozatosan a tartalékaikat szeretnénk újra tölteni. Nagyon sok beregszászi szolgál most a forróvezetben, nyilván az ő sorsuk számunkra nagyon fontos, hogy amiben tudjuk segíteniünk el őket, és azt gondolom, hogy ez a mai rendezvény is, amin részt tudtam venni, ugye erre külön engedélyt kellett kapnom, hogy elhagyjam az országot, katonaköteles vagyok, és biztos vagyok abban, hogy Nyíregyházan megyei jogúvárostól, Kovács Ferenc polgármester úrtól továbbra is meg fogjuk tudni azokat a segítséget kapni, amivel stabilizálni tudjuk a városunk működését, illetve tudjuk némi segítséget nyújtani az nálunk elszállásolt menekülteknek is. Beregszász polgármestere elmondta a háború első napjaiban, aki azt a döntést hozta, hogy el szeretné hagyni Kárpátalját, már megtette. Hozzátette, egy nagyon nehéz húsvéton vannak túl, hiszen rengeteg csonka család nem tudott együtt ünnepelni. Az anyaország karitatív szervezetei, az önkormányzatok, illetve a határon szolgáltat teljesítő személyek fantasztikusan jó feladatot láttak el azzal, hogy nem alakult ki humanitárius torlódás, akkor, amikor óriási nyomás alakult ki a határon, több órás sorokat álltak a háború első hetében, és ezért azt hiszem, hogy stabilizálódott ez a mérleg, hogy mennyien maradnak Kárpátalján, és mennyien lépnek át a határon. A polgármester hozzátette, a biztonságérzetet csak az hozhatja meg, ha helyreáll a béke.